A nyomozóhatóság rendelkezésre álló adatai szerint egy csépai férfi 2022. december és 2023. január között eltelt időben tiszajenői és cserkeszülői lakatlan ingatlanokat szemelt ki magának, ahonnan segéd motorkerékpárt, háztartási gépeket, kéziszerszámokat, fűkaszát, kerékpárt, gázpalackot és egyéb elektronikai, valamint háztartási felszereléseket tulajdonított el. A nyomozók látókörébe került a bűncselekmény feltételezett elkövetője, egy csépai lakos. A férfi miután megtudta, hogy keresik a rendőrök, elrejtőzött, ezért ellene elfogató parancsot adtak ki. A rendőrök Cserkeszőlő belterületén elfogták és előállították a körözöttet. A nyomozók három rendbeli lopás büntett és egy rendbeli lopás vétség megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták. Vallomása során a 46 éves jogsértő további bűncselekményekről is beszámolt, melyek visszaellenőrzése még folyamatban van. A nyomozóhatóság a terheltet őrizetbe vette, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.